Legyen önnek is üzlet a kommunikáció. Megérteni a vevőik viselkedését nekünk gyakran könnyebb, mint megérteni a vállalkozók gondolkodását, akikkel együtt dolgozunk. Erről szeretnék meg egy kicsit beszélni, hogy hogyan erősítheti vagy ronthatja a saját esélyeit a vállalkozó. Csak jó szándékból nem lehet jó terméket előállítani, ugye? A honlap és az internet is önmagában buta, egy eszköz. Értékét a vállalkozók tudása adja meg. Hogy mit tud közvetíteni a honlappal az interneten a vállalkozó, ez a kérdés. Hogyan működhet jól a honlap a kisvállalkozók üzleti kommunikációjában? A társadalom új embertípust értékel. Önálló, kezdeményező, probléma megoldó. A gazdaság viszont új típusú vállalkozókat értékeli. Mit csinál az okos vállalkozó? A weblapon publikált tartalom karbantartása és az online kommunikáció szakmai elvárásai azt diktálják nekünk, hogy nagy mennyiségű értékes tudást szerzünk a vállalkozás működéséről és nem csak a vevőkről. Ezt a tudást felhasználják az okos vállalkozók. Mi mindig felajánljuk, mégis van, aki mégsem képes az előnyére kihasználni, mert valamiért nem értik jól a saját üzletüket, pedig tátlan kapják a szerencsét. Minden második vállalkozásnál találunk nyitott fülekre, ez egy pozitív arány, de mi lenne, ha többen lennének? Mindenkinek jobb volna. Egy megtörtént esetet mutatok be, egy elvesztegetett befektetésről. Itt 100 milliós nagyságrendűről van szó. Adott kis vállalkozás, panziójának a weblapját és teljes online kommunikációját mi kezeljük. Gyakorlatilag az interneten érik el a vendégek. A panzióban megszállt az egyik pályázatosztó nagyágyú. Jól érezte magát és visszajár. Megtudja, hogy a panzió nem termelt nyereséget az első két évben, bár bevétele volt. Be akarják zárni. Nem pénzelik tovább az alapvállalkozás nyereségéből, amiből eredetileg profilbővítő befektetésnek indult. És miért nem pályáznak? Pályázatok ajánlja fel. Meg a segítségét is. A tulajdonosnak tényleg két cége van, mindegyik pályázat képes, de nem tudja, hogy mire pályázhatna. Nem értő ehhez. Tényleg nem. Egyedül a saját pénzügyi helyzetét se tudja pontosan mérlegelni, ez szomorú. Úgy akarja bezárni a panziót, hogy nem tudja, mennyibe kerül a bezárt épület fenntartása. Nem tudja, hogyan csökkentetni a működési költségeket, nem tudja, hogy funkcióbővítéssel a kihasználtságot javíthatná. Mi találtunk neki való megoldást? És mindegyikre adtunk javaslatot. Egyelőre baráti tanácsot adtunk. Felmértük, hogy mire érdemes pályázni. Tanácsadói díjról szó se volt. Felajánljuk, hogy koncepciót készítünk a pályázathoz. Elég jól ismerjük a vevőigényeit és a turisztikai trendeket. A nagyágyú is segít. Reális célokra optimális kérelmet adhat be. Érdekli? Érdekli. Lehetősége van pályázati fejlesztésekkel a funkcióbővítése és a panzió nyereségessé tételére. Először együttműködik. Hagyja, hogy törjük magunkat, telefonáljunk, egyeztessünk meg üzen, hogy ő ebből a pályázatból nem kér. A másik vállalkozása nyereséges, a szuperul megy, csak ez viszi a pénzt. Hava tortán még hozzáteszi nyomatékosan, hogy semmilyen a pályázathoz elvált adatot nem kíván kiadni nekünk. Azt se tudja, hogy ezek az adatok nyilvánosan elérhetők. Azt se tudja, hogy nem mi készítjük a pályázatot. Mi csupán maximális hasznosításra ajánlottuk a vállalkozásról szerzett ismereteinket. 2,5 évig hetente együtt dolgoztunk. Évi 4 turisztikai kiállítás, 12 egyéni program, hírlevelek, Google AdWords kampányok, hát együtt lélegeztünk velük. Akkor kiszálltunk. A panzió azóta bezárt. Hol volt a hiba? Az üzleti ismeretekben. Csak a szakmát ismerte, nem tudta kihasználni még a táncán kínált szerencsét sem. Pedig előre kell menekülni. Neki volt értelme. Tudjuk, hogy évi 4 millió forint fölött volt a bevétele a szezonban. Nyereség az első két évben nem képződött. Nem a további veszteségeket került el, hanem ezt a nyereséget. Mi tudunk a vállalkozásról 2,5 év online tapasztalataival? Hát elég sok minden. Honnan jönnek a vevők? Merre tartanak? Mire ugranak? Mit engednek el a fülük mellett? Mire és merre érdemes terjeszkedni? Hol tud költségeket csökkenteni? Melyik reklám hogyan éri meg?
Kivel érdemes összefogni? Hogyan védheti a megszerzett eredményeit? Mi több területen és több szinten mozgunk, mint ő. Nem ismerjük minden belső ügyét, de tudjuk, hogy mikor mit érdemes beújítani online. Mivel tud költséget csökkenteni a panzióban, szoftverberuházással és munkaerő átszervezéssel. Mire tudna még pályázni? Kinek tudna még partnere lenni? Kívülről látjuk azt, amiről belülről még nem látnak ők. Növekvő kereslet van a panzióra. Mindig a leggyengébb látszám szintjén valósulnak meg a dolgok, ez itt is bejött. Túl sok céggel találkozunk sajnos, ahol éppen a tulajdonos a leggyengébb látszám. Őrület. A tálcán kínált szerencsét is elutasítják. Nem tudják a saját árnyékukat elképni. Ez nyilvánvaló, más se tudja. De akkor mi a megoldás? Hadd mutassak egy áldást. Nekem ez sokszor eszembe jut ilyen helyzetekben, de máskor is. Jó tanáccsal lát el egy független személy. Saját tapasztalatait a szolgálatodba állítja. Hála segítődnek, terveid megvalósulhatnak. Te észreveszed ezt? Igen. Én azt látom, hogy a társadalom új embertípust értékel, de azt hiszem egyetértenek velem. Önálló kezdeményező probléma megoldó legyen. Haladjon. Magad uram. És a gazdaság új vállalkozó típust értékel. A felkészült vállalkozót. Van fogalma arról, hogyan készül egy üzleti weblapma? Mennyi idő egy üzleti honlap felfuttatása? Mennyi napi munka az üzlet kommunikációja a honlappal? Mekkora Google kampányt kell folytatni a vevőkért? Hány megszólítás után vásárolnak a vevők? Hány újabb kérdésre kell jó választ adni? Biztos, hogy a weblapot egyszer kell megcsinálni rendesen? Égnek áll a hajunk, ez akkora tévedés. Tudja, hogy mi a baja az online üzletének? És biztos, hogy ismeri az új gazdaságot? Biztos, hogy ugyanazok a régi mechanizmusok működtetik, mint a hagyományost? Nem. Az online üzleti kommunikáció a vállalkozás tükre. Megmutatja, hol kell fejlődni, ha érti, amiről van szó. A vállalkozás szervezési ismeretek megtanulhatók. Mindenki megtanulhatja, hogy az autóvezetést is. Hogy dolgozik a pénz? Megtanulható. Az üzletépítés? Megtanulható. Ha ezeket elhárítja és belevág, minden képzés és előzetes tudás nélkül. Kockázatokat növel. Milyen konkrét tudásra gondolok? Hát megérteni a vevők viselkedését és a piac működését, amihez az e-marketing eszközt és adatokat ad. Hogy hogy él vele a vállalkozó, az már a felkészültségétől függ. Vállalkozás tervezési ismeretek. Meddig megy el, hogyan, mikor száll ki? Vállalkozás szervezés. Az új üzleti modellekben van a haszon. Vállalkozás vezetés, cégalakítás, cégátalakulás, észszerűen. Vállalkozás fejlesztés. Lehetőségek a szabályozók és a pályázatok sűrűjében. Felkészült ezekre? Föl tudja használni az e-marketinggel kapott adatokat és eszközt? Kell a tudás. Tanácsért és tájékoztatásért keresse fel a weboldalunkat, vagy hívjon engem Skype-on. Legyen önnek is üzlet a kommunikációban.